Köztudottan a Magyar Művészeti Akadémia kortárs akadémia, ami a művészettörténeti elgondolásait érinti, és a napi gyakorlatát is. De hát minden jövőben mutató dolognak, jelenből a jövőbe menő dolognak forrása van. És hogyha a különböző fajta műfajokban, képzőművészetben, iparművészetben, fotoművészetben forrásnak tekinthető valami nagy nemzeti élmény, még akkor is a negatív, tehát hogyha bánatokhoz és szomorúságokhoz fűződik, akkor annak megvan a jelentősége, mert az a két kiállítás, amit itt láttunk, különösen az az utóbbi, ugye, amely egy szakmaközi kiállítás, művészetközi kiállítás, azt mutatja, hogy a bánat egy nemzetnek az összeroskodása egy 100 éves évforduló megünneplésével is lehet kiváló műveknek, kortárs műveknek a forrása, mert még a halál is mutathat optimista jelenségeket, mert hiszen mi ma élünk, és a bánatunkat át lehet fordítani szándékokká, örömökké. És ez itt textilekbe, képekbe, kisplasztikákba, szobrokba, mozaikba és egy csomó minden másfajta határ műfajba, például modellbe, azt mutatja, hogy a nemzet nem halt meg, nem temetődött el. Az emlékeivel él, a halottait tiszteli, de úgy tekinti az életet, mint egy kötelezően tovább folytatandó dolgot Magyarországon, és ehhez az akadémia az egész tevékenységével, irodalomba, zenébe, filmbe, fotóba, mindenbe ezt képviseli. Ez a kiállítás azért nagyszerű, mert 50 olyan művész talált hölgyeket és urakat, akiknek a jövő számára is van mondani valója egy tragikus történelmi eseménybe való visszaemlékezésbe. Ha említhetném az első kiállítást, ugye az emléktárgyakat és instrumentumokat mutatott fel, és hogyha a két kiállításban gondolkodom, ugye a Prutkai kiállítás az relikviákat sorol föl, és készít olyan kollázsokat, aminek önálló grafikai vagy képértékük van. Ez a kiállításnál viszont már ezek a tárgyak és ezek csak kiinduló pontok és nem érkezési pontok. Itt a jövőre orientált művekről van szó. Néha távol már a korábbi eseményektől, tényleg csak forrás, már nem is akar időszerű momentumokat, tárgyakat, emlékeket fölidézni, hanem azt a hangulatot próbálja tudatosítani, hogy az azóta eltelt 100 évben bármennyi negatív esemény is történt, mi mégis életben vagyunk, létezünk, színesek vagyunk, érdekesek vagyunk, birtokolunk technikákat és technológiákat, és van a jövő számára mondani valónk, tehát az emlékezés valóban tulajdonképpen egy örömbe torkollik, ami nagyon furcsa ebben az esetben kimondani, mégis örömbe torkollik, itt a közönség fantasztikus létszámmal van jelen, a szemek csillognak, nem sírnak, csillognak, és én érzésem szerint azok a művészek, akik itt 50-en voltak, azoknak a művészeknek a gondolatvilágában már a következő művek is megjelentek, és számomra, mint hát az akadémia vezetői, ez a legfontosabb, hogy további művekre, a művek további művekre inspirálnak, és remélem, hogy a zenébe, az irodalomba és más területeken is. Úgyhogy nagyon jó érzésem van. Az iparművészeti és tervezőművészeti tagozat kaptunk lehetőséget arra, hogy kiállítást rendezzünk. Tehát elsősorban az én tagozatom kapta a lehetőséget, hogy részt vegyen rajta. Hát mindenki nem tudott részt venni, természetesen, mert olyan vegyes a mi összetételünk. A textilművészek vettek részt, grafikusok, természetesen, és üvegművész, és akkor ugye ott volt a lehetőség, hogy másokat is meghívjunk. Én ennek tulajdonképpen nagyon örültem, és elnök úr is, hogy akkor nem csak, hogy az akadémiáról hívtunk kollégákat a kiállításra, hanem nem akadémikus tagokat is. És hát ennek örülök. Annyi érdekes dolog derült ki, mikor én felkértem embereket, megszólítottam, hogy mennyi történet és milyen érdekes dolog, ami bennük volt, ő benne is, és most boldog volt, hogy ezt alkalom volt arra, hogy ezt megjelenítse. Szóval nekem tulajdonképpen emberileg is egy óriási élmény volt idáig a kiállításig
Tehát a szervezés, az emberekkel való kapcsolat. És hát most ezt el kell mondjam, hogy idén márciusban, amikor elkezdődött ugye a szervezés, jutott tudomásomra, hogy egy gimnáziumi osztálytársam elmondta, hogy az ő nagyapja, aki festőművész volt, rajztanár, és együtt volt Gyóni Gézával és testvérével. Rabok is voltak, rabtársak, és Szibériában. Úgyhogy együtt éltek ott nem tudom milyen sokáig, és ő rajzolta, festette, portrét készített, és ez a portré van a Gyóni kötetek elején. És ez az osztálytársam erről soha nem beszélt, hát nem beszéltek általában. És ez kiderült, méghozzá a verseket is ő hozta haza, miután meghalt a két Gyóni testvér, hazamentette a rajzokat. És hát ez is nekem egy olyan dolog volt, hogy ez kiderül, hát ez egy olyan történet, olyan megható, és hát a naplóját olvasni, stb. Ezek a megható dolgok, amik talán soha nem derültek volna ki, hogyha ezzel a kiállításra nem kerül sor. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a legnagyobb része inkább csak az érzelmeket fejezi ki, amit, tehát mindenki a saját eszközével, vagy szőtte, vagy festette, vagy fejezte ki talán a borzalmat, a fájdalmat, és ezért azért nagyon örülök, hogy vannak olyan rajzok itt, amik megjelenítik valójában úgy, ahogy volt, ezeket a történeteket, hogy a katonák hogy néztek ki, hogy ültek, hogy fáztak, és ez is fontos, és amikor erre ez a kiállítás létrejött, akkor úgy egy kicsit sajnáltam is, hogy esetleg több ilyen kellene, mert jöttek is ide közben, mikor rendeztünk, emberek, fiatalok nézték, és tehát ez hatott tulajdonképpen rájuk legjobban. Ez így alakult, így sikerült, és ez tanulság is persze, hogy azért valójában a legnagyobb hatással azt hiszem, hogy ez van a látogatókra, mert hiszen ez olyan régen történt. Na most én annak örülök, hogy ez mégis egy lépés, és elgondolkodtatja az embereket, a családokat. És ilyenkor derül ki, mint itt a megnyitón is elhangzott, mindenhol a valamelyik fiók mélyén ott lapulnak az emlékek, a levelek, a relikviák, szóval ez egészen biztos. És ezt kellene, hogy a fiatalok, a gyerekek erről tudjanak, halljanak. Talán itt sikerült fölrázni, azt hiszem, a családokat. Mindenki egy kicsit elmélyedt. Ugye azzal kell kezdenem, hogy az én nagyapám is ott volt a háborúban, megsebesült kétszer is, és ő is ott, ahol a Gyóni Géza testvérek voltak, de az én nagyapám nem. Tehát megsebesült és hazajött, tehát ő élve hazajött, fogságba se került. És én ezzel a kereszttel, hát először is a kereszt, ugye, hát abban annyi minden bele lehet és kell is látni, érezni, és én a fájdalmat szerettem volna ebbe a keresztbe bele rajzolni, festeni, amit azoknak az embereknek a szenvedését, fájdalmát, amit mi nem tudunk átélni.